Talán fogalmazhatunk úgy, hogy a világ legnagyobb magyar civil szervezetének az elnökével beszélgetek, dr. Tanka Lászlóval, aki, nem árulunk el a nagy titkot, jó barátunk is. László, 20 éves a szervezet, és 9. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Világtalálkozó. Mi az, ami ennyi ideig életben tart egy szervezetet, amely tényleg az önkéntességre alapul? Hát talán az önkéntesség elsősorban, és három dolgot eleve nem vittünk be ebbe a Panoráma Világklub hálózatba: ideológiát, aktuálpolitikát és bizniszt. És megmaradt egy harmonikus szervezetnek, nem egy hierarchikus társaság ez, és a barátság az nagyon erős kötelék, és a 20 év alatt sok-sok barátság, sok-sok kapcsolat született, és jelenleg 247 társklubja van a Panoráma Világklubnak, és 95 országban, mert hogy magyarok mindenütt vannak, és kitaláltunk egy jó szlogent már az induláskor, és ma is az: határtalan összefogás értékeinkért. Ez azt is jelenti, hogy egy érték alapú szerveződés ez. Tehát, ahogy mondtam, nincs ideológia, nincs politika, nem kell aláírni semmit, nem kell tüntetni, menni. Értékeink vannak, teljesítményeink vannak, és ezekre vagyunk kíváncsiak. És egyfajta hidat építünk a világba szétszóratott magyarok és a Kárpát-medence magyarsága között. Tehát nincsenek különösebb titka, jó embereket kell találni, jó helyen, jó társaságba, és jó célokat kell kitűzni. És egy ilyen cél a Magyar Világtalálkozó is, amire már 9. alkalommal kerül sor, május 12 és 19 között. Jó néhány alkalom van, amikor találkoznak egymással a világ különböző pontjain élő magyarok. Milyen programok azok, amik újra és újra meghívják Magyarországra azokat, akik nem itthon élnek? Hát 2011-ben kezdtük, egy kicsit átalakult, és mindig átalakul. A mostani egy kicsit kitágul a világ, és kitágulunk mi is, kimozdultunk Budapestről, vagy kimozdultunk egy helyről. Ez a 8 napos rendezvénysorozat 3 megyébe fog zajlani, és Budapest több helyszínén. Kezdünk Szabolcs-Szatmár megyébe, egy Aranyosapáti nevű kis faluba, pár száz lélek, a mély szegénység egyik tipikus helyszíne, ahol olyan csodákat művelnek a helyiek, hogy érdemes a világ magyarságát oda elvinni és megmutatni. Faluház épül, rendezvényeket tartanak, ez egy kopjafa temető van, a magyar kultúra lovagrendje ott jött létre, és május 12-én mi is oda megyünk, sokan leszünk, több százan ott, és egy egész napos rendezvény sorozatába veszük a startot, aztán másnap egy egészen más jellegű témára kerül sor, a vallások párbeszéde. Ez egy szűkebb kör, egy kis társaságba leülünk az Ökumenikus Tanács székházába, és arról beszélgetünk, hogy mit jelent a hit számunkra, és ülnek az asztalnál nem csak keresztények, hanem muszlimok is, hindu is lesz köztünk Indiából, és zsidóvallásúak, és a civil megközelítésben beszélgetünk arról, mit jelent számunkra mindennapi életben a vallás, és hogyan tudunk együttműködni. Aztán utána jön szokás szerint a gála műsorunk, a kitüntetési ünnepségnek nevezzük ez. Ez a Stefánia Palota regiment éttermében lesz. Itt adjuk át a tiszteletbeli magyar címet, a világ magyarságért közéleti és művészeti díjakat, és az összefogás a magyarságért díjat. Aztán másnap egy üzleti fórum, az üzletemberek találkoznak, arról beszélünk, hogy hogyan lehet egy civil szervezetnek, vagy a civil szervezetnek mit lehet tenni az üzleti kapcsolatokért. Szerte a világból lesznek itt előadók, és egy kerekasztal beszélgetésre kerül sor. Majd másnap társadalmi párbeszéd fórum a Magyar Tudományos Akadémia könyvtártermében, ott pedig a páneurópai piknik évfordulója kapcsán azóta eltelt évtizedeknek a közéleti politikai tapasztalatait vesszük át. A konferenciát dr. Orbán Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára fogja köszönteni a kormány részéről, és neves előadók, egész napos program ez is. Majd aztán egy kanyart veszünk, elmegyünk Szegedre,
ahol egy csoda történik, úgymond, hiszen egy Szilágyi Árpád nevű úr, aki szeretett volna Szegeden köztéri szobrokat kezdeményezni, tereket, de ezt a helyi politikai vezetés mindig elhessegette magától ezt a gondolatot, ezért az Árpi bácsi a családi házának a nagy kertjébe szépen egy nemzeti panteont hozott létre lényegében. Tavaly egy Vas Albert szobrot avattunk ott, előtte egy 50 kilós harangot, most pedig a cserkészeknek, a mártír cserkészeknek állítunk egy emlékművet. Aztán elérkeztünk a világtalálkozó 8. napjához, ahol megint egy másik megyébe megyünk, Nyársapátra, egy kis faluba, ahol egy gyönyörű rendezvénypark van, és ott a Magyar Konyha világnapját rendezzük meg. Ugyanis 3 évvel ezelőtt megkérdettük, hogy magyar alapanyagból, magyar étel, magyar módon, szerte a világon egy napot szánjunk a magyar konyha reprezentációjára, és ez ott zajlik egy egész napos szórakoztató program keretében. 50 főzőcsapat, határon túliak, itteniek, lesz egy székelykapolgatás, és megismerkedünk Nyársapát és a helyiek kézműves dolgaival. Úgyhogy így ér véget aztán remélhetően sok ezer embernek a élményét nyújtva a 9. Magyar Világtalálkozó. Az a város, az a város, az a város.